Baranyai polgármesterek hallgatják a Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárát csütörtök délután a Baranya vármegyei kormányhivatal dísztermében. Itt tartottak fórumot a versenyképes járások programról, amit a kormány indít és a településvezetők fontos szerepet játszanak benne. Ne pontszerűen egy-egy fejlesztés valósuljon meg egymásról mit sem tudva, hanem ezek a fejlesztések sok esetben egy láncot alkotva segítsék elő a járásban élők életkörülményeinek a javítását, az, hogy az ott lévő vállalkozások gyarapodjanak, a munkahelyek bővüljenek, a fizetések nőjenek. Ehhez viszont szükséges az önkormányzatok és a polgármesterek összefogása. Vagyis szükség van a járások egészének fontos fejlesztésekre, nem csak a települési beruházásokra. Ebben egyeztetnek majd a helyi polgármesterek, a tervek megvalósítását pedig a kormányzat segíti anyagilag. Minden járásban a kormány a helyi iparüzési adó bevétel növekményét a kormány visszaforgatja a járásokba, és ott a járási szintű fejlesztéseket, amelyeket helyben kidolgoznak, azokra kívánja fedezetül biztosítani. Tehát a helyiek határozzák meg, a helyi polgármesterek, a helyi közélet határozza meg, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket ebből a kormányzati támogatásból meg kívánnak valósítani. Erre vonatkozóan pályázatot fog kiírni a kormányzat. Sőt, az iparüzési adó növekményt kiegészíti azokon a területeken, ahol ezek a bevételek alacsonyak. Abban az esetben, hogyha egy járásban nem éri el az össz helyi iparüzési adó növekmény a 250 millió forintot, akkor azt kiegészíti 250 millió forintra, megyeszékhely esetében pedig 500 millió, megyeszékhelyt tartalmazó járás esetében pedig 500 millió forintra. Én úgy gondolom, látva a jövő évi prognózisokat, azt nyugton állíthatjuk, hogy ennek a programnak Baranya vármegye valamennyi járása nyertese lesz. A baranyai főispán azt mondja, a program elindítása új szemléletet hozhat a település vezetők körében. Ez egy nagyon jó program arra, hogy megtanuljunk együtt gondolkodni, térségben, partnerségben. Ha másról nem is szól a versenyképes járások program, ezt mindenképp ki fogja az önkormányzati rendszerből kényszeríteni, és ezt a kényszerítés szót jó értelemben mondom. Van ennek hagyománya a kistérségi rendszerben, ami most már járási rendszer, ahol a járásszékhely település önmagában is szolgáltat a térségének a járásának. Egészségügyi, szociális vagy éppen oktatási nevelési szolgáltatásokat biztosítottak így. A jövőben a közös pontok a járás egészének fontos fejlesztések kerülhetnek előtérbe. Baranyának előnyös lesz ez a program, mondja Horváth Zoltán. Mi Baranyában ennek a programnak mindenképp nyertesei leszünk, mert a helyi iparüzési adó nem áll akkora volumenben rendelkezésre, mint amennyit egyébként ez a 250 millió forint per járás indikálna, tehát minden járásunk többet fog kapni, mint amennyit betesz ebbe a közös programba. Úgyhogy bizakodó vagyok, hogy Baranya ennek a programnak is nyertese lesz, de ez közös gondolkodás és közös akaraton is múlik az önkormányzatokkal együtt. Infrastruktúrális fejlesztések, vízellátás, csatorna kiépítése, ilyen fejlesztések jöhetnek szóba többek között, hangzott el a fórumon. Az elképzelések szerint a januári pályázat kiírás után tavaszi-nyári elfogadással, ősszel pedig már a tervek megvalósításával folytatódhat a program a járásokban. Jelenleg ezekben a napokban a polgármesterek javaslatait, kéréseit veszik figyelembe, és ez alapján még finomítanak a program részletein.